az Európai Unión keresztül szerzünk be vakcinákat, tehát minden olyan uniós vakcina beszerzésben benne vagyunk, amire egyébként lehetősége volt az országnak. Hogyha megnézzük a számokat, akkor azt tudjuk mondani, hogy Magyarország eddig 19 millió 700 ezer adag oltóanyagot kötött le az Európai Unión keresztül. Ezt összesen 5 gyártónál tettük meg. Az a baj, hogy az Európai Uniós oltóanyag szállítás lassú. Brüsszelt egyébként éles tagállami kritikák is érték. Nem Magyarország volt az, aki egy ilyen válsághelyzetben az egyébként nyilván oltásokat beszerezni igyekvő Európai Bizottságot szitta, de ha megnézzük, akkor Finnországtól Németországig nagyon sokan nagyon éles kritikákat fogalmaztak meg. Tény, hogy az Európai Unióból kilépett Egyesült Királyságban lényegesen több embert oltottak, és előbb kezdődött meg az oltás, Izraelben és Kínában is, tehát számtalan olyan országban, ami eredményesebben tudott gondoskodni oltóanyag gyártásról vagy beszerzésről, mint hogy az Európai Unió tette.